2020 márciusa óta minden fesztivál és szinte az összes koncert elmaradt Magyarországon. A filmben hazai klubok és fesztiválok szervezői szólalnak meg, és azok a művészek, akiket már nagyon szeretnénk újra színpadon látni. Azt kértük tőlük, mondják el, mi van velük, meséljenek az elmúlt időszakról, és arról, hogyan készülnek a várva várt találkozásra a közönségükkel. Nem titkoljuk. A célunk az, hogy mindenkit arra biztassunk, oltassa be magát. Ezért a szereplésért senki sem kért és nem is fogadott el fizetséget, támogatást. Azért csináltuk, mert szeretnénk végre találkozni veletek. A riportokat 2021. május 5-én rögzítettük. Gondolkodom, hogy mikor volt az utolsó igazi nagy buli, de hát az valami nagyon régen lehetett. Nekem még nagyon nagy mázlim volt, mert még volt egy aréna koncertem, ami ugye fantasztikus volt, és nagyon-nagyon jól sikerült, és szinte pár nappal később jött a zár és a blokk. Ez mindenkinek azért egy érzelmi hullámvasút volt ez az időszak. Őszintén szólva én annyira nem szeretek koncertezni, de még nekem is rettenetesen hiányzik a színpad, márpedig az előadók java része imád koncertezni, úgyhogy el sem tudom képzelni azt az érzést, amit ők éreznek most. Mindenki úgy érez szerintem, ahogy én, hogyha nincs a színpad, akkor az otthon után a második legfontosabb hely az megszűnik az életünkben. Nagyon-nagyon hiányzott ugye a közönségnek az energiája, meg szeretet, amit én kapok egy-egy fellépés által, ugye engem ez tölt fel. Amikor megszólal majd az első hangszer a 2021-es 9. paloznaki jazz pikniken, valószínűleg el fogom sírni magam. A Volt produkció bemutatja, hadd lássuk a kezeket! Az egész tavalyi évben szerintem összesen 7 darab koncertünk volt, ami mondjuk az ilyen 70-80-100-hoz képest nagyon elszomorító. A zenélésnek az igazi eszenciája az a színpadokon, a koncerteken van, amikor a dalok, hogy is mondjam, tehát, hogy megjelent az új albumunk, de igazán akkor születnek meg a dalok, amikor a közönség és az előadó találkozik fizikailag is. Különböző szakaszai voltak ennek a karantén során. Először volt, hogy nagyon rossz kedvem volt, aztán volt, hogy igazából már csak ilyen teljesen semlegesen azt se tudtam, hogy mit akarok, úgyhogy végigmentem szerintem több ilyen fázison, és azért most viszont egyébként, ahogy a jobb idő is beköszöntött, meg ahogy javulnak így a számok a járvány szempontjából, így érzem, hogy jövök kifelé belőle, úgyhogy azért pozitívan látom a jövőt. Több ezer szerződésünk volt abban a pillanatban már megkötve, amikor le kellett mondanunk a nagy fesztivált. Nyilván mindenki megértette a helyzetet, de nagyon szomorú volt mindenki. Pont erre a hónapra jutottunk el odáig, hogy már nem tudjuk fizetni például a próbaterem bérletet. Tehát pont most volt ez, hogy most már így valahogyan honnan lóvékat kell innen-onnan összeszedni, úgyhogy nem egy egyszerű szempont egyébként ebből. Nyilvánvalóan az ügyesebb megoldás, mindig is azt gondolom, aki több lábon tud állni, és így ez idő alatt kitalálom valami másik szakmát, de nekem sajnos ez így nem jött össze, pedig asztalosnak szeretnék készülni, és ez sajnos ez bakancsistás maradt. A legnehezebb az egészben szerintem az volt, hogy valamilyen szinten tartani a lelket magamban, meg az emberekben, akik a stábban dolgoznak, hogy valaha ez még most össze fog jönni. Az az érdekes, hogy alapból nem tartom magamat egy annyira szociális embernek, szóval nem szeretek minden egyes nap, vagy akár hetente többször is buliba elmenni, viszont most, hogy már egy-másfél éve nem tudok sehova se elmenni, így rájöttem, hogy mégis szociális vagyok. Szóval elképesztően hiányoznak a külföldi utak is tényleg, és már csak az, hogy lássam a barátaimat, vagy egy egyszerű, tényleg egy fesztiválozás. Most így kicsit átértékelem az egészet, hogy sokkal jobban fogom értékelni ezentúl, hogy milyen érzés a barátokkal együtt a kedvenc dalokra csápolni. Nagyon várom, hogy végre lehessen újra ilyet csinálni. Színpadon lenni, a színpadon levés az már önmagában egy olyan kicsit túl misztifikált dolog is számunkra is, nem csak a közönségnek, de ott megszűnik az idő és a tér, és ez nagyon-nagyon-nagyon hiányzott. A közönség nagyon hiányzik, meg ez az egész életérzés, amikor ott vagyunk egy fellépés helyszínén, és érezzük azt a szeretetet. Sokat gondolkoztam, hogy mi hiányzott legjobban ebben az időszakban. Az érdekes, hogy nekem már szinte az, hogy beüljek a buszba, és a srácokkal lemenjünk, és akkor a benzinkúton hotdogot együnk. Eltűntek a spontán dolgok, a spontán találkozások, véletlen összefutni, haver, szevasz, mi a pálya, de rég láttalak. A backstage-ben még kettővel több felest inni, mint kell.
kellett volna, és egymás nyakába borulni az adott zenekarral, aki előttünk vagy utánunk játszik éppen, vagy csak ott van, mert ott ragadt még 3 napig a fesztiválon. Ami nekem a legjobban hiányzik ebből az egész ilyen zenélős vándorcirkusz életből, az, hogy húsvér emberek előtt koncertezzünk. Én nem látok igazából más utat, mint hogy beoltassuk magunkat. A legfurcsább talán az volt, hogy én érzelmileg nem gondolom magam labilisnak, viszont ebben az évben rengeteg mélypontom volt, sajnos. Rengeteget alkottam egyébként ebből a szempontból, ez egy szuper időszak volt, csak egy idő után az ingerek hiánya, illetve a közönség visszajelzése miatt elfogy a patron, tehát már egy idő után nem tudsz mihez nyúlni. Kicsit úgy érzem magam, mint amikor a kertész kitalálja valamikor decemberben, hogy szeretne egy szép növényt felnevelni, és végigmegy azon a folyamaton, hogy a mag megvásárlásától kezdve a csiráztatás, a palánta kiültetés közben az első fagy elviszi azt a növényt, amiért ő nagyon-nagyon sokat dolgozott, meg nagyon sokat tanult, hogy felnevelhesse. Én azt gondolom, hogy mi fesztiválszervezők vagyunk, és abban vagyunk jók, hogy fesztiválokat szervezzünk, és abszolút bízom az orvosokban, a kutatókban, akik meg ahhoz értenek, hogy ezt a vírust hogy lehessen valahogy megúszni, túlélni, tovább lépni ebből. Hogy azért van ez a zenekar, hogy embereknek mutasson valamit, hogy együtt éljünk meg pillanatokat, hogy megjön az a visszacsatolás, amiért megszületett az a dal, és ő is átérezze azt, amit én érzek. Én azt a pillanatot várom, amikor tényleg kinyílnak a kapuk, és ott látom a sok száz fesztiválozót, és folyamatosan áramlanak be, és az első jegyet lekezeljük, és fölrakjuk az első karszalagot. Ezt várom. Nekem a fesztiválok hangulatából a backstage hiányzik, mert ilyenkor van az, hogy nagyon sok zenész baráttal, DJ baráttal, szervezőkkel, tehát nagyon-nagyon sok emberrel találkozunk, és sokszor a backstage-ben nagyobb buli van, mint a színpad előtt. Egy ekkora szünet után nagyon furcsa lesz, azt hiszem, olyan szürreális élménynek gondolom azt a pillanatot, amikor majd először újra megnyitja a kapuit a fesztivál. Nagyon furcsa lesz, de egyben nagyon felemelő. Azért eléggé mélyen részt is veszünk a különböző programokban, tehát ott vagyunk, átéljük a koncerteken, koncerteket végignézzük a partikon, akár a partikat végigugráljuk, úgyhogy ez is nagyon-nagyon hiányzik, és hiányoznak azok a kapcsolatok, azok a barátságok, amik a fesztiválokon ápolunk és köttetnek. Én abszolút új zenékkel készülök, van még több olyan dolog, amiről most nem mesélhetek, de nagyon extra lesz az én életemben. Ugye most nyertem egy fonogramdíjat is, úgyhogy ez is egy olyan hype lesz, azt gondolom, zeneileg is és fellépések szempontjából, ami egy plusz tud adni. Én azt gondolom, hogy az oltás az egyetlen út jelenleg, ami megfékezheti ezt az egészet. Tavaly ugye eléggé pofára estünk, amikor azt hittük, hogy augusztustól mehetünk, meg hogy már vége van, és kiderült, hogy nincs vége. Hát oltás nélkül nagyjából ugyanez a forgatókönyv várható. Most a legfontosabb dolog, amivel tudunk kapaszkodni, az az oltás. Én is be vagyok már oltva, a kettőből egyet megkaptam. A szüleim is be vannak oltva, barátaimnak a nagy része, a kisebb része vár az oltásra, a zenész ismerőseim nagy része be van oltva. A legjobban talán az hiányzik, amikor felrohanunk a színpadra, és tulajdonképpen beleérkezünk a közönség ovációjába, az egy olyan szintű adrenalin löket, amit szerintem semmi az nem lehet mérni. Én úgy gondolom, hogy ha a tudósok és az egész egészségügy azért harcol most évek óta már mondhatni, hogy vége legyen ennek az egész szörnyűségnek, akkor az a minimum, amit megtettünk, hogy beoltjuk magunkat. Tavaly
azt hiszem 6 vagy 7 kisebb koncertet tartottunk, és teljesen új érzések kaptak el ott a színpadon. Volt, hogy a könnyeimmel küszködtem, bár azzal sokszor nem nehéz, mert elég érzékeny srác vagyok, de hogy tényleg nagyon megható pillanatok voltak tavaly, és biztos vagyok benne, hogy idén is lesz. Nekem az első perctől onnan, hogy beülök a turnébuszba, a hazaérkezésig gyakorlatilag minden elkezdett hiányozni, és egyébként nagyon felértékelődött minden ilyen jellegű elfoglaltság. Tehát már nem csak az a másfél óra, én úgy érzem, hogyha visszaáll azért, nem csak azt a másfél órát fogom tudni értékelni, hanem tényleg, ahogy a csapattal elindulunk, egészen odáig, hogy kirak a turnémenedzser. Az is nagy volt, mikor levittük a térre a kazis magnót. Bőgött a Szotyi, meg nyarak a telepen, hogy történet legyen, ja, voltunk elegen. Ha untuk a betonon, tudtuk, mi legyen, ingyen a vonaton. Sose volt idegen az érzés, ideben megmaradt bármi van. Ússzunk a füstben, Zamárdiban. Ha ezen múlik, hogy beoltassam magam, akkor mindenkinek ajánlom, hogyha ezen áll az, hogy a világ tovább induljon, és minden menjen úgy, ahogy kell, ahhoz akkor ez nem egy áldozat, hanem ez csak egy hozzátétel a közösségünkhöz, úgyhogy mindenkinek ajánlom, aki teheti, oltassa be magát, és essen rajta túl, és induljunk meg a világ. Szavamra szomorú, szándékot szenvedés, napon nem látod, hogy a jó jöhet szembe, még hát hagyd el, amit megszoktál. Hello, szia, váratlan, az életedről szóló film, amit forgatok, vágatlan. Yeah. Szabadság, egyenlőség, testvériség, jelszó, az egyéniség számít, nem a nemzetiség, ez jó. Dobd el, ami láncra ver, vagy érzed, hogy ez síralom, önmagadtól dönts, ne menekülj a másikba, ez tilalom. A te világod anyja. Amikor egy-egy előadó felmegy a színpadra, akkor a legnagyobb adrenalin löket szerintem egy szervező számára az, amikor látja, hogy végre megvalósulhat az az esemény, amin hónapokig vagy akár egy évig is dolgozik és készül rá, és látja a közönségnek ezt az euforikus reakcióját, és azt, hogy hány embert ez boldog-e egy-egy programmal. Én azt gondolom, hogy ezen a nagyon szar helyzeten igazából amit tudunk, az, hogy csak az oltás segít. Tehát az egyetlen logikus és az egyetlen valódi megoldás az, hogy mindenki beoltassa magát. Terveztünk, aztán másképp lettek a dolgok, de továbbra is próbálunk pozitívan hozzáállni, és hogyha készen áll rá a társadalom, készen állnak rá az emberek, akkor mi várjuk azt a zöld lámpát, hogy elindulhassunk a koncertezni, és újra a közönségünkkel együtt találkozzunk a koncerteken. Érdekes, mert ez az időszak azt hiszem megmutatta, hogy mennyire fontosak a kis dolgok. Nem értékeltük azt hiszem annyira azt, hogy személyesen tudunk találkozni. Talán most látható valami reménysugár arra, hogy ebből az egészből valahogy kimásszunk. Én ennek okán döntöttem úgy, hogy vállalok egy ilyen felelősséget, vagy ha azoknak, akik tartanak az oltástól, vállalok egy ilyenfajta kockázatot a közös társadalmi játékért, és én az oltás mellett döntöttem. Emlékszem rá egy fesztiválról, vagy a fősteraszról, te voltál, aki táncolt velem, fenn volt a nap, vagy most úgy emlékszem, lehet késő éjjel, te voltál, aki ott volt velem. Én amiatt tartom fontosnak az oltásokat, mert tényleg ezt látom a kulcsnak, amivel a leggyorsabban és tényleg a leghatékonyabban visszaszerezhetjük a normális életünket. Úgyhogy remélem, hogy a közeljövőben már személyesen együtt a barátokkal bulizhatunk a koncertek első soraiban. Nyilván azt mindenki érdekesen fogja megélni, vagy hogy mondjam, egyfajta katarzis lesz így nekünk szervezőként, amikor akár csak az első vagy az első 10 vendég átlépi a küszöböt. Hogy ez mekkora lesz, szabadtéren lesz, vagy beltéren, nekünk így mindenre van verziónk, úgyhogy azt gondolom, hogy fel vagyunk készülve mindenre, de nyilván nagyon, nagyon fontos, hogy ez végre a tervezési fázisa a valóságba csaphasson át. Elkezdtem újra énektanárhoz járni, elkezdtem újra nagyon sok időt azzal tölteni, hogy énekelni. Időről időre ez jó is, olyankor egy kicsit könnyebb.
mi várjuk azt a pillanatot, amikor indulhatunk, de abszolút pozitívan. Mindenki úgy áll hozzá, hogy ha az az ára annak, hogy újrainduljon az élet, akkor oltakozunk. Ha az az ára, hogy vigyázzunk egymásra, akkor ezt mi megtesszük. Lekopogom azt kell, hogy mondjam, hogy úgy néz ki, hogy túléljük, és ha még lehet ilyet mondani, ebből az egész rossz dologból valamilyen szinten jól tudunk kijönni. Most pedig készülünk a nyitásra, és készülünk arra, hogy minél visszatérjen a rendes, normális életünk. Nekünk, mint Barba Negra, nagyon hiányzik a közönségünk, hiányoznak a zenekarok, hiányzik a kontaktust, a személyes találkozás, akár a közönséggel, akár a személyzetünkkel. Szerintem az oltásban magában a legfontosabb az, hogy első körben ne halljon meg több ember, helyreálljon az egészségügy és az oktatás, és ezen felül pedig én személy szerint nagyon szeretném látni azt, hogy ez a rendkívül sokszínű, a világ minden pontjáról érkező zenekar és a hazai legmenőbb zenekarok újra fellépjenek az Akváriumba, és Budapest újra felkerüljön a világ zenei térképére. Azt szeretnénk, ha végre azt csinálnánk, amit szeretünk és amihez értünk. Úgyhogy mi felvesszük az oltást. Tele van furcsa dolgokkal az elmúlt 14 hónap. Azt hiszem, hogy gyakorlatilag csak olyan dolog történt, amit semmelyikünk nem tudott elképzelni. Most minden jel arra mutat, hogy védettségigazolvánnyal lehet egy ideig koncertekre járni, amikor majd lehet. Úgyhogy erre készülünk, rengeteg kérdés van. Legfőképp az, hogy mikor indulhatunk. Sziasztok, srácok! Sziasztok! Mi ezzel a témával kapcsolatban annyit szeretnénk elmondani, hogy úgy döntesz, ahogy akarsz, mi nem oltás ellenesek és nem oltáspártiak vagyunk, hanem koncertpártiak vagyunk, és az, hogy minél hamarabb tudjunk koncertezni, mi úgy döntöttük, hogy beoltatjuk magunkat, és be is oltattuk magunkat, úgyhogy ha te is így döntesz, akkor hamarosan találkozunk, ha nem így döntesz, akkor meg remélem majd egyszer találkozunk. Így van, várunk titeket, sziasztok! Hát én nagyon remélem, hogy az első koncertemen minél többen tudunk majd ott lenni, és minél több rajongommal, hallgatómmal tudok majd együtt találkozni, és csinálni egy hatalmas bulit. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ez milyen formában tud majd megvalósulni. Soha nem volt senki mellettem, fogtam a cuccom, elmentem, mindig egyedül voltam, de megtaláltam, hogy merre kell mennem. Olyan, mint egy filmben, ahogy felállok a színpadra is néznek. Emlékszem az elején, mennyire féltem, mindig ezt akartam és most el is értem. Hát az első buli az, csak hogyha így rá gondolok, elérzékenyülök egy kicsit. Most már beszélgetünk azért fesztiválokkal így a nyár közepére, végére, ahol már nagyon nagy valószínűséggel fogunk majd tudni játszani, és lesz közönség is, és egy ilyen méretetlen boldogság fut át rajtam, hogyha az eszembe jut, hogy egyszerűen ott várunk majd a színpad mellett, és fellépünk, és lesznek ott emberek, úgyhogy nagyon-nagyon lelkes vagyok ezzel kapcsolatban. Már amikor a múlt héten megnyitottak a teraszok, és bementem, és láttam, hogy a vendégek bent ülnek, fogyasztanak, mint hogy kint a teraszon, őszinte leszek, könyvbe lábadt a szemem. A vírus miatt a zenekar sem nagyon járt az utóbbi időben össze, egy-két próbától eltekintve, úgyhogy én azt gondolom, hogy az első koncert után egy hatalmas zenekari házi buli veszi kezdetét, ami talán másnap reggelig fog tartani, úgyhogy nem lennék a helyében annak a helynek, ahol ez az első koncert bekövetkezik. Ha azt kérdezed tőlem, hogy mi lesz bennem, amikor úgy az első igazi nagy, mondjuk fesztivál fellépés előtt ott állok a lépcsőn, a színpadra vezető lépcsőn, akkor hát izgalom biztos lesz bennem, druk biztos lesz bennem, meg talán egy üveg vodka is, úgyhogy nagyon várom. Mindenki várja a zöld jelzést, és ha ez megtörténik,
akkor a biztonság jelszavát elsőként a homlokukra tűzve arra készülnek, hogy azonnal el tudjanak indulni. Nehéz elképzelni, hogy újra 10 000 ember áll egy színpad előtt, és úgy viselkedik, ahogy azt megszoktuk, ahogy nagyon szerettük éveken keresztül, de közben a hitünk, a reményünk megvan ahhoz, hogy biztonságosan erre hamarosan sor kerülhet. Azt el sem tudom képzelni, hogy mi lesz az első koncert. Szerintem jobban fogok izgulni az első koncerten, mint életemben először, mikor színpadra álltam. Mert egyhogy a mi show-nk az ugye alapvetőleg még amellett, hogy óriási koncentrálást igényel a szövegek miatt, az egy óriási fizikai erőlétet is igényelt, és végig tomboltuk azt a másfél-két óra hosszát, amíg színpadon voltunk. Tehát ugyanúgy fel kell erre készülni kőkeményen, fizikálisan, mint agyban. Ugye hát rengeteg szöveget memorizáltunk, amiből lett egy rutin az évek alatt, és az most kimaradt. Tudja, hogy az első 10-15 koncert után pezsgőlocsolás lesz, mint a Forma 1-es futamok után kb. Nagyon fontosnak tartom az oltást, és egy szuper lehetőségnek ahhoz, hogy visszatérjünk a Covid előtti felhőtlen bulizáshoz. Én már beoltattam magam, egy oltást kaptam a múlt héten, és nagyon várom a következőt. Reméljük, hogy nyárra már kicsit egy szabadabb világba térhetünk vissza ezáltal. Hosszú idő után most látunk esélyt a visszatérésre. Egyetlen kiút van a helyzetből, ez pedig az oltás. Én már beoltattam magam azért, hogy újra élhessek. Arra szeretnék kérni benneteket ezúton is, hogy most már kövessék, tettek a szavakat, és regisztráljátok, ha még nem tettétek. De menjetek el minden többen oltani, vagy oltakozni, hiszen csak így indulhat újra az élet. Én mindenképpen fontosnak találom ennyi mérlegelés után, hogy az emberek, főleg az én korosztályom is most már eljusson odáig fejben, hogy tényleg ez egy olyan dolog, ami most már egy év otthon lét után végre kiutat tud jelenteni ebből az unalmas, depresszív időszakból. Nagyon boldog vagyok, pont ma jött meg az igazolványom, úgyhogy én mindenkit arra buzdítanék, hogy tényleg menjen el és oltakozzon, és nem azért, hogy jöhessenek fesztiválozni, hanem a saját biztonságuk, egészségük miatt, hiszen tényleg ezt csak együtt tudjuk megcsinálni, én azt gondolom. Nem csak mi, hanem a közönség is nagyon várja, hogy újra lehessenek koncertek, hogy újra lehessenek fesztiválok, mert azért valljuk be, nagyon-nagyon fontos az, hogy az ember kikapcsoljon, és kicsit ne a vakcinára vagy a Covidra gondoljon, hanem egy kicsit kikapcsoljunk ebből az elmúlt egy évből, és szerintem egy koncert, egy fesztivál azért remek alkalom erre, hogy egy picit elfelejtsük a gondjainkat. Úgy azt tudjátok, hogy egyikünk sem szürkének született, szóval szeretném hallani! Nem szürkének születtél, nem hagyom, hogy elvigyen a tél. Nem szürkének születtél, nem hagyom, nem hagyom. Köszönjük szépen! Ezek vagyunk mi, Halott Pénz! Köszönjük szépen, hogy együtt ünnepelhettünk!